Sziasztok! Nagyon köszönöm, megvan a 3000 feliratkozó plusz is. Nagyon köszönöm, és a hálámat, a köszönetemet ma egy személyes motivációs videóval szeretném nektek átadni. A diétám nagyon jól halad, egyre szálkásabb leszek, hamarosan ment jön egy forma videó. Oké, ennyi volt, ez lényegtelen, most motivációval fogok beszélni veletek. Arról, hogy nekem mit is jelent ez a testépítés, hogy mit adott nekem. És én azzal szeretném először elkezdeni, hogy sokan itt valamit eltévesztenek. A testépítés olyan, mint egy jéghegy. Mint egy jéghegy, aminek a víznek a felszínén csak egy minimális pár méter látszódik a jéghegyből. És a 80-90% a jéghegynek a víz alatt van. És ez a testépítés. Az, hogy izmos vagyok, az, hogy most így nézek ki, az a pár százalék, ami a felszínen van. De sokkal több áll a testépítés ezen a életmód mögött. A testépítés, az 89%, az teljesen más, mint csak az izom. Az izom, a külső, az a plusz, ami jön. És csak ha így is gondolkodunk, csak így leszünk sikeresek, és így tudunk egy ilyen relatív jó testet, mint az enyém, elérni. Ebben biztos vagyok. Miért is van ez így? Van az a mondás, Facebookon is már sokszor olvastam, hogy megerősödik a testünk, agyilag is erősebbek leszünk. Pont fordítva van. Nem tudom, ezt kitaláltak ez a mondás, ez bullshit, fordítva van. Ahhoz, hogy valahogy kinézzünk, hogy változtassunk a külsőnkön, az agyban dől el minden, ott kell először változtatást indítanunk. Szóval, ha agyban nem változtatjuk a gondolkodásmódunkat 180 fokra, külsőre se fog sok történni. Szóval ez a testépítés. Agykontroll. 180 fokos gondolkodásmód változás. Annyit megtanított a testépítés. A testépítés az nem csak a súlyos edzés, nem csak a kaja, hanem ha elmész a moziba, kóla zírót veszel, vagy vizet veszel, és nem popcornt veszel, nem tortillát, semmit sem veszel, vagy otthon megcsinálod a paleós sütit, vagy elviszel magad a valamit, ami nem cukros annyira, nem zsíros, mint a popcorn a moziban. Ez az a életmód, ha elmész bulizni, nem iszol annyit, vagy semmit se. Az életmód egy 24 órás dolog, és ez a testépítés. Szóval nem csak az izom, nem csak a kaja, nem csak az alvás, hanem tényleg 24 órán át a gondolkodásmód. És a testépítés megtanított valamit elkezdeni és végig csinálni. Akármennyit erőfeszítés is kerül. És pont ez volt az egyik gyengém. Nagyon sok gyengeségeim voltak. Mindent elkezdtem sportiskolát, ezt, azt, amazt. Abba hagytam. Megtanultam, hogy ha valamit el akarsz élni, aminek értelme van, ha valamiben sikeres akarsz lenni, akkor az fáj, az nehéz. Ha valamit jót akarsz elérni, először a szalon kell átmenned. És ez mindenre így van, a edzésed, a diéta, a munka, a siker, akármi. És megtanultam, hogy most megtanultam, akármit elkezdek. Mindegy, hogy mit. Diéta, munka, YouTube csatorna. Addig fogom csinálni, amíg sikeres leszek. Mert megtanultam, megtanultad a testépítés, hogyha türelmes vagy, jön az eredmény. Én a testépítés életformáról csak áradozni tudok, és tudom, hogy a sok feliratkozom között nem mindenki edz, valaki más sportot csinál, amúgy a testépítés nem sport, az egy életmód. Szóval sokan csak sportolnak, csak, ami nagyon jó, vagy nem is csinálnak semmi nagy sport vagy testépítés dolgot, hanem csak nézik a motivációs videómat. És nektek teljes szívből ajánlom, vagyis kérem, javaslom, hogy kezdjétek el heti 2-3-szor edzeni, nyilván segítséggel, hogy szabályosan edzetek, és annyit fogtok visszakapni ebből az időből, amit bele nyújtatok ebbe a életmódban, mert ugye sok idő főzni, csirkemell, rizs, kifőzni, frissen lenni, saláta, zöldség, edzeni, heti háromszor,
De annyi, sok mindent ad vissza ez az életmód. Első pont, a tükörképetek jobb lesz, az mondom, az egy plusz. Annyi pozitív visszaigazolást kaptok a környezetetekről. Barátok, munkában. Hirtelen egyesek elkezdenek rólatok irigykedni, kibeszélni. Akkor tudjátok, hogy jó úton haltok, mert van kétfajta ember. Kétfajta ember van. Van az egyik fajta ember, aki a sikeres ember azt mondja, wow, inspirálsz, csak így tovább, szuper vagy, respekt. És van a sajnos egy másik nagy része, az irigyek, a gonoszak, a lusták, akiknek kifogásuk van, és nem akarják, hogy te jobb legyél, mint ők. Úgy akarnak kinézni, mint te, mint én, olyan sikeresek akarnak lenni, mint te és én, de nem azok. És nem azért, mert genetika, vagy mert hülyék, hanem mert keveset akarnak befektetni időben, erőfeszítésben egy dologba, és nem lesznek sikeresek nyilván. Mert azt ők nem látják, hogy nap mint nap mi mennyit küzdünk magunkkal is, mennyi időt, erőfeszítés, szenvedét befektetünk abba a célunkba, ami sikeressé tesz minket előbb-utóbb. Ezt ők nem látják. Mindenki a kényelmes, gyors utat akarja, sok pénzt akar mindenki keresni, és keveset tenni érte. Szálkás akar mindenki lenni, izmos akar mindenki lenni, jól akar mindenki kinézni, de ne tegyünk semmit érte, vagy keveset. És a edzés, a testépítés megtanított, hogy minden jó, minden, ami sikeres, minden, ami boldoggá tesz. Igen, a testépítés boldoggá tett, egy boldogabb ember lettem. Szóval minden, ami jó, pozitív, és előre visz, és sikert jelent, az azért keményen meg kell nap, mint nap dolgozni. És ezért mondom, hogy a egyetlen, úgymond kifogás, hogy valaki valamit nem tudott megcsinálni, az csak egy van, ha meghalsz, vagy olyan betegséged van, hogy több hónapig feküdnöd kell. De különben minden más, hogy kicsi nátám van, megfáztam, lázas voltam egy-két napig, sok a munka, fáradt vagyok, a gyerekek miatt nem tudtam jönni, szóval minden más kifogás az igazából lustaság. És ezért találtam ki, jöttem rá erre a citátumra, hogy nincsenek kifogások, csak lustaság. És ez tényleg így van, én napi nap így élek, mindent megcsinálok tőlem telhetőt maxot, és csak a halál tud megállítani. Ez most lehet, hogy drasztikus, de gondolkodjunk el. És ez így is van. A szervezetünk nagyon sokat elvisel, csak a agyunk a gyenge. És most jövök vissza a testépítéshez, amiért úgy imádom, mert agyban lettem erős. Ez, hogy így nézek ki, csak mert ez egy plusz, ez lett a eredménye nyilván. De agyban olyan erős lettem. Mindent, amit elkezdik, mert mondom, végigcsinálom. Önbizalmam, magatartásom nőtt. Mondom, egyesek felnéznek rám, egyesek utálnak. Azért, mert olyan vagyok, amilyen vagyok. És ez egy olyan jó érzés, és nem vagyok jobb. Az életem lett jobb. De én, mint ember, most nem vagyok rosszabb vagy jobb, mert erősebb vagyok szellemileg, vagy külsőre jobban nézek ki. Nem. A sohasem mondom, sohasem fog mondani, számomra minden ember egyforma, csak vannak a lusta emberek, akiknek kifogásuk van, és én is ott voltam. De szerencsére sikerült egy 180 fokos fordulat. A testépítés által volt a egyik nagy fő oszlopa ezért. Ezért csak áldozni tudok, és a végére még egyszer szeretném mondani, a testépítés sokkal több, mint ez a stupid, buta pumpálás a kondiban. Az csak egy pár százalék. Próbáljátok ki, menjetek edzeni. És az egész életetek, ha komolyan veszitek pár hétig, meg fog változni. És ahogy minden vendégnek mondom, először szenvedünk a edzéssel, szenvedünk a kajával, mindenen, ami hozzátartozik. De a szenvedésből mi lesz? Szenvedély. És ez a láng, ez a szenvedélynek a lánga egy életen át fog bennünk égni, benne biztos, amíg az utolsót fogom lélegzeni. Addig fogok edzeni, addig fogok így élni, mert imádom és boldog vagyok, és ezt akarom nektek átadni ezzel a videóval, és remélem, hogy egy-két embert meg tudtam kicsit az edzéshez motiválni,
és fogni, és még egyszer köszönöm a 3000 feliratkozót, 3x 1000, most mindenki itt lenne a szobámban, el se félnétek, szóval 3000 olyan sok. Köszönöm, köszönöm, és hello!